Közel 100 sofőr hiányzik a BKV állományából. Új látvány sétánnyal bővül az Akvinkumi Múzeum. Különleges válogatásban mutatja be a magyar szobrászat remekeit a Nemzeti Galéria. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Nincs elég BKV sofőr Budapesten, ezen még az sem enyhít, hogy véget ért a metrópótlás. A következő időszakban ugyanis villamos pálya felújítások miatt lesz majd nagyobb szükség sofőrökre. Álommeló. Ha ezt a szót beütik a legismertebb keresőbe, majdnem 100 000 találat közül választhatnak, ám meglepő módon nincs közöttük a budapesti buszvezető. Pedig ilyen rövid idő alatt kevés esély van rá, hogy valaki vezető állást, pontosabban ülést foglaljon el. Arról nem is beszélve, mennyi ember álmodott arról gyermekként, hogy felnőtt korában egyszer buszvezető lesz. Hát a BKV most alkalmat kínál mindenkinek, mégis kevés a jelentkező. Túl vagyunk egy nehéz feladaton, a metrópótlás feladata az ugye komoly kihívás volt az elmúlt 5 évben számunkra, ott több 100 járművezető kollégánk dolgozott a közel 100 pótlóautóbuszon, de ugye a napi alaptevékenységünk is nagyon jelentős, naponta közel 700 autóbuszt kell, vagy 700-nál is többet kell forgalomba adnunk, az alaptevékenység is nagyon jelentős, és ahogy mondtam, bár a metrópótláson túl vagyunk, folyamatosan villamospótlási, villamosfelújítási feladataink vannak, úgyhogy ilyen értelemben izgalmas az élet. Én azt mondom, hogy legalább 100 fő autóbusz és trolibusz járvezetőt tudnánk hosszabb távon, stabilan, többletként a jelenlegi körülbelül 2200-1 néhány fős létszámhoz képest foglalkoztatni. A vezérigazgató helyettestől megtudtuk, hogy a villamosvezetők sincsenek elegen, de ott jóval kisebb a hiány. A magyarázat egyszerű. A troli és autóbusz sofőrök közül sokat elhalásznak a versenyszféra cégei, ugyanis aki a BKV-nál és a budapesti tömegközlekedésben szerez vezetési tapasztalatot, az minden munkaadónál jó ajánlólevélnek számít. A közlekedési cég éppen ezért minden jelentkezőt szívesen fogad, és nagyon számít a nők segítségére is. Jelentősen megváltozott mind a trolibuszok, mind a autóbuszok vezetése, elég csak visszagondolni mondjuk a egykori szovjet gyártású Zio trolibuszokra, ahol valóban izomerő és egy olyan kvázi fizikai munka is együtt járt a járművek vezetésével, ami már abszolút nem jellemző mondjuk egy mögöttem álló korszerű trolibuszra, de lényegében így van az autóbuszoknál is, ugye ezek automata nyomatékváltóval szerelt járművek, se a váltással nem kell foglalkozni, se a kormány tekerése, ha így fogalmazunk, nem okoz olyan nagy problémát. Itt valóban azt a őszintén azt gondolom érdemes elétárni mindenkinek, aki ezen gondolkodik, hogy igen, ez egy szép hivatás, de olyan értelemben nehéz hivatás, hogy az elvjáró korai kelés, a városi közlekedés körülményeit mindenkinek tudni kell magában átgondolni, az esetleges pszichikai, pszichés vizsgálatokon túl magában értékelni, hogy az elvjáró nehézségeket tudja vállalni. Ha tehát valakinek jó a stressztűrő képessége és szeret vagy szeretne megtanulni vezetni, annak jó lehetőséget kínál a közlekedési vállalat. Ahogy ők mondják, aki buszvezető lesz, a szép munkát talál tisztességes bérezéssel. Mindez a nőkre is vonatkozik, sőt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a női buszvezetők a konfliktusokat is jobban kezelik, mint a férfiak. Szedlmájer László szerint az utasok pedig a sofőr hiányt kezelik jól. A szakértő úgy véli, szinte észre sem veszik az ebből fakadó változásokat. Jelenleg nem érzékelhető az utasok számára érdemben az a kimaradás, amiként lehet, hogy megjelenik az utcán alkalmanként, de jelenleg nem érzékelhető érdemben, talán így tisztességes fogalmazni, hogy bárhol is nagyobb mennyiségű jármű hiányozna. Amelyik autóbusznak mondjuk 20 percenként kell közlekedni, az közlekedik fixen 20 percenként, amelyik mondjuk egy nagy sűrűségi vonal, ott meg egy-két autóbusz hiányozhat úgy, hogy nem föltétlen fogják az utasok rövid távon észrevenni. A meglévő buszvezetők egyelőre teljes erőbedobással dolgoznak, vagyis a munkaidejükön kívül akár 300 túlórát is vállalnak évente, hogy zökkenőmentesen menjenek a dolgok. Emellett, ahogy ők mondták, okos forgalom szervezéssel próbálják átidalni a hiányt, amíg nem lesz elég jelentkező. Május közepén kezdődik a palotaút felújítása az első kerületben. A munkálatok során megújul az útpálya, buszmegállót alakítanak ki a Tárnok utcánál, új gyalogátkelőhelyeket hoznak létre. A Dózsa-György tér és a Dísztér között pedig új kerékpársávot is kijelölnek. A szakemberek elvégzik a közműfelújítási munkákat, és a közvilágítást is korszerűsítik. A munkák másfél hónapig tartanak majd. Jól halad az Akvinkumi Múzeum fejlesztése. A több 100 millió forint összértékű beruházás részeként nem csak új állandó kiállítást kap az intézmény, de egy különleges látványsétányt is kialakítanak. A cél az, hogy a múzeum még vonzóbb legyen a látogatók számára.
Így épül az Aquincumi Múzeum új látványsétánya. A múzeum régészeti parkját, illetve Szentendrei út felőli részét úgy alakítják át, hogy nyitottabbá, átláthatóbbá váljon a terület. A jövőben nem csak az új főbejárat miatt lehet vonzóbb a múzeum a látogatók számára, de a látványsétányon elhelyezett információs elemek miatt is. Jellemzően egy közterületnek a felújítását jelenti, számos olyan tájékoztató anyaggal, különböző szobrászati elemekkel, szöveges és képi anyagnak a kihelyezésével, ami segíti tulajdonképpen a tájékozódást, és egy kicsit kifordítja a múzeumot az utcán sétálók felé. Ez gyakorlatilag nagyon jól halad ez a projekt, szintén május végén kell elkészülnünk a fejlesztéssel. Ennek eredményeképpen most már elkészült a járdaburkolat, érkezik a nagyméretű kapu, ami egy igazán különleges látványeleme lesz ennek a sétánynak, illetve kihelyezésre kerülnek a különböző utcabútorok, elültetjük a fákat, és hát kihelyezzük azokat a római császárportrékra emlékeztető modern szobrászati elemeket, amelyek fel fogják hívni majd a figyelmet arra, hogy hol is járunk valójában. Így néz ki a híres Aquincumi víziorgona. Az ókori hangszer maradványait még az 1930-as években találták meg. A több száz darabból álló ritkaság a múzeum állandó kiállításán kapott helyet, csak úgy, mint a helytartói palota páratlan mozaikjainak és falfestményeinek egyes részletei is. Az Aquincumi Múzeum régészeti parkja állandó és időszaki kiállításai áprilistól újra látogathatók, hamarosan pedig újabb kiállítások is várják majd a közönséget. A látványsétány építésével párhuzamosan ugyanis egy új állandó tárlat kialakítása is folyamatban van. Ennek célja, hogy a 21. század látogatói elvárásainak megfelelően élményszerűen mutassa be a városrész múltját. Ez egy állandó kiállítás, amely az Aquincumi Limesszel és a katonassággal foglalkozik. Ugye ez kapcsolódik ahhoz a VECO pályázathoz, amelyet a múzeum most már évek óta víz, és amelynek keretében a kiállítás megnyitására idén nyáron fog sor kerülni. Ez egy olyan típusú kiállítás lesz, amely kifejezetten az Aquincumi katonaságra, a katonák mindennapjaira, a florientéri katonai táborra, a legió táborra fog fókuszálni. Nagyon sok érdekes látványelemmel, és hát nagyon sok olyan tárgyal, ami eddig nem került bemutatásra. Mindig is volt igény a látogatók részéről afelé, hogy legyen egy külön kiállítás, ami kizárólag a katonákkal, a felszerelési tárgyaikkal, mindennapjaikkal foglalkozik, és ennek teszünk most ezzel a kiállítással. Az új állandó kiállítást nem csak a tárlatvezetések egészítik ki, de múzeumpedagógiai foglalkozások is. Ehhez kapcsolódva pedig egy új rendezvényhelyszínt is kialakítanak. Az Aquincumi Múzeum április végétől egy nem mindennapi időszaki kiállítással is várja a közönséget. A tárlat az elmúlt évek fővárosi ásatásainak legértékesebb ókori leleteiből válogat. Aki tavaly nem érvényesítette havonta az SZIA-ból származó kedvezményt, az egy összegben is hozzájuthat a pénzhez, erre hívja fel a figyelmet a NAV. Ehhez csupán a bevallásba jelezni kell a jogosultságot, és ki kell egészíteni a bevallási tervezetet. Kedvezményt kaphatnak az elsőházasok, a gyermeket nevelő szülők, vagy például azok is, akik valamilyen tartós betegséggel küzdenek. Április végéig összesen 9 budapesti játszótéren végez felújítási munkákat a főkert. Többek között a Városmajor Parkban, a Gesztenyés kertben, a Gellért hegy és a Vérmező játszóterein is lesznek felújítások. Kicserélik például az elhasználódott gumiburkolatokat, és ahol a szükség van, ott az alépítményeket is korszerűsítik. Különleges válogatásban mutatja be a 19. századi magyar szobrászat legfontosabb alkotóinak munkáit a Magyar Nemzeti Galéria. A tárlat az intézmény óriási gyűjteményének ikonikus darabjait vonultatja fel. Egy antik görög legenda szerint az első műalkotást egy szerelmes lány készítette. Ezt idézi meg Ferenc István Pásztorleányka, avagy a Szép Mesterségek kezdete című szobra. A márványból készült remek mű a Magyar Nemzeti Művészet egyik első ikonikussá vált darabjának tekinthető. A Magyar Nemzeti Galéria fontos céljának tekinti, hogy rendszeresen bemutassa a hatalmas, több ezer darabból álló szobor és érmegyűjteményének legértékesebb alkotásait. Ilyenek Ferenci munkái mellett például Izsó Miklós szobrai is, aki a 19. századi romantikus szobrászat egyik legfontosabb képviselőjévé vált. Bár Izsó a Müncheni Akadémia növendéke volt, mégis kevésbé kötött alkotási folyamat jellemezte. Búsuló juhász címen ismert szobrát még Münchenben készítette először ugye gipszből,
és ez egy zsáner szobor, de ennek az előtanulmányait a paraszti közegben végezte, tehát ő a Kecskemét környéki pusztaságban ténylegesen tanulmányozta az ott élő pásztorok, parasztok életét, a ruházatot, a minden egyes kelléket, ami megjelenik a szobron, bár egyes zsánerelemeket az eredetihez képest elhagyott, mert lett volna rajta egy kutya, meg egy ilyen furúja, tehát hogy egy kicsit jobban ki lett volna bontva a narratíva. Az 1870-es évektől kezdődően a reprezentatív célú portrészobrászat vált meghatározóvá. Ebben az időszakban készült el Strobl Alajos és Zala György több fontos alkotása is, amelyekből a Magyar Nemzeti Galéria 19. századi kiállítása is bemutat néhányat. Az emlékműszobrászat is ebben a korszakban élte virágkorát, amelynek egyik emblematikus alkotását Ligeti Miklós készítette. Ligeti Miklós anonimus szobra eredeti méretében a Városligetben került felállítása 1903-ban, és ugye, mint minden ilyet, egy ilyen nagyméretű szobrot megelőz egy kis minta, vagy hát kisebb méretű változat. Ez látható itt a mi állandó kiállításunkon. A szobor történetéről annyit kell tudni, hogy az úgynevezett királyszobrok egyike, amelyeket Ligeti Miklós készített, és 1903-as felállítása előtt jóval már egy szoborbizottság jött létre. 1897-ben hozták azt a határozatot, hogy ennek a szobornak a felállítására sor kerüljön. A Nemzeti Galéria 19. századi kiállítása a szobrok és érmék mellett a korszak legfontosabb festményeit is bemutatja. Ezzel átfogó képet ad a korszakról. Nem valóság, de nem is álom. Ez a címe a Hegyvidék Galéria új kiállításának, amely Kóródi Zsuzsanna, Kusovszki Bea és Somodi Péter alkotásait mutatja be. A tárlaton ugyanis olyan munkák szerepelnek, amelyek az anyagi világ és a képzelet határán mozognak. Mindhárom művész az avantgárd és a neoavantgárd törekvések követője. Geometrikus, absztrakt műveik létrehozásában pedig fontos szerep jut a digitális eszközöknek. Még egy hétig lehet regisztrálni az idei Teszed akcióra. Aki szeretne bekapcsolódni a programba, a selektálok.hu oldalon jelentkezhet. Az idei Teszed a Föld napján, azaz április 22-én kezdődik, és a fenntarthatósági témahét rendezvénysorozat végéig, április 28-áig tart. A cél a szemléletformálás és az, hogy az önkéntesek segítségével minél nagyobb terület tisztuljon meg az eldobált szeméttől. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!